Na, akkor Andrásnak csinálunk egy filmet. Ja. Hát Andráskám, ez itt az Ati barlangja. Amiről beszél... Szia, András! Szia! Tudod, olyan régen találkoztunk már, de mi nem baj, mi most személyesen ezt is megtartjuk. Szóval, akkor a lényeg, az Atinak ez a tilitói pályája, az úgy körülbelül onnantól idáig lesz. Ez a tervezet. Erre hoztuk össze a mindenféle apróságot. Most Pepe még kiment egy-két dologért a kocsiba. Azt majd úgy meghozzuk. Hát, nézd, Ati erre a helyre szorult be. Nem probléma, a mamának is megvan a varrószobája. Hát, a kerti vasút az ugrott. Szóval azt itt most tudomásul kell venni. Nincs. Hát, potyogtathatja a könnyeit. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a... Megmutatom itt fényárva. Azért a megfelelő dózist már itt a délután folyamán azért megittuk, mert hogy... Hát többek között a régi találkozásra, vagy a régi... Mikor voltunk itt együtt? Hát amikor betolóztad a 70 cm-re a fagyveszély. Három éve. Akkor volt utoljára. Hát figyelj, azóta mi se voltunk itt. Igazándiból mi se voltunk itt. Na. Akire most haragszanak, az a Pepe. Megjött Pepe. Fiszek Bobek, nyugalom van. No, Andráskám, szóval megjött a Pepe is. Ne, kutyák! Andrásnak üzenem, hogy a kutyák nem bírnak magukkal. Oké, ez fönn lesz a videón, és majd elküldöm neki. Mert azért ez nem egyenes adásba megy, hanem majd YouTube meg a tököm tudja, hogy el tudom küldeni. Ezek ilyen bontásra váró. Aha. Na. Most jött meg az a készlet, amiből majd az 1:45-ös méret arányú vasút lesz. A tilitoli pálya. Hát, barátom, erre jutottunk most, itt tartunk, és úgy, ezután még megisztunk egy-két pálinkát. Átveszem inkább a melegítőgatyámat. Nagy szeretettel. Segítsen. Fölvegyem azt is, hogy a gatyát veszed? Jaj, de jó lesz. Pepét átöltöztetjük. Ne várom. Baci Dacina. Gyerekek, ne várom. Látod, ez a genyecsapat, ez nem változott egy másodpercet sem. Na, André kapitány, hát ez a helyzetjelentés a mai nap délután. Köszönjük szépen, jól vagyunk. Megittunk egy-két pálinkát, egy-két fröccsöt. Pepe némi lemaradásban van, de majd utánunk él. Utánunk él. Na, hasonsz, most majd a filmet megcsinálom. Andris, ezek már fönnülnek a Boeingen, én még a kis Cessnán megyek utána. Hallottad, mit mondott? Nem. Azt mondta, hogy le van maradva hozzánk képest. Ennyit jelent. Elég. És látod, azok a kis kutyák, amik voltak annak idején, azokból már ilyen nagy kutyák lettek. Ja, az is már jelentkezett? Nem jelentkezik, ez videó, ezt majd elküldöm neki. Ja. Nem tudok vele beszélni így egy az egyben. Értem. Úgyhogy ez van, ez majd filmet csinálok belőle, elküldöm neki, és akkor majd megnézi. Azt majd röhög rajtunk egy sort, vagy nem. Szeretünk, András, várunk téged is jövőre. Ezt nézd meg. Ez letolt gatyába itt rohangál. Szörnyű. Na de hát figyelj, mi változott volna a kis pöcsön? Ez ugyanolyan lökött társaság, mint volt így eddig. Van. Egy hiányzik belőle még ez a szén bubudát. Ennyi. Így van. Meg te hiányzol belőle, Andriskám. De a kenguruföld meg kurva messze van, úgyhogy nem lehet ide csak úgy átugrani. Na, majd lesz ennek a filmnek még folytatása is. Acsosz-mucsosz addig is. Köszönöm.
ismeri, ez egy picit erőltetett számomra. Hé, Huli girl, te kis happy girl, szép fáj. Mennyivel nagyobb érték ez, mint ez a szarfröccsentő műanyagos elvégé. És azt mondja, igen, azt mondja, ezekkel, és teljesen tőlelődő 16-tól. Szóval egy ilyen kerti vasodában kéne neki is. Ami nem ez a gyári, hogy kifossa a gép egy nap 3000 darabot, vagy akármennyit, hanem ez teljesen megvolt. Na, komolyan, mit van? Ezt a szöveget ő írta, a huligán. Ügyétek el az összeset? Nem, és adjátok. Hát ez az, hogy... Anzi, nem adjuk senkinek, ne viszünk lófaszt. Hát én is ezt mondtam az Atinak, hogy az a baj ebben az egész dologgal, mert itt most, amikor még nem jöttél, akkor itt ezt nézegettük, hogy mi lesz itt a kín, vagy mi van a kincsekkel, vagy hogy lehet a... Bánalomot megtartok, azt mondom. De, de mondom, de hogy lehet ezt... Hogy lehet mondom, megvárjuk a Pepét, hogy majd... Nem sütyomba, itt van a kezembe az Isten basszta. Csinál csak, koma. Kapjátok be a faszomat, ez mind az Andrásnak készül. Tessék, csinál. András meg ilyen csúnyán nem is beszél. Csinál. András nem beszél csúnyán, de én igenis, azt tudja. Ezt tudja ő is. Hát ennyit erről. És amikor csinálom a YouTube-ra a videót, akkor mindig be van írva, hogy 18 éven felülieknek. Tehát leszarom a kiskorúakat. Ez vasúti baráti találkozó, tehát nem foglalkozom ilyenekkel. Srácok, ez na mindegy, de ezt majd el kéne dönteni, hogy legyen, nem tudom, tehát én... Ezt akár most, akár később. Pepe, rajtad áll a hangsúly. Kapcsolja ki a kedves képet. Nézd meg, látod? András, nézd szembe egy üzemvezető helyettessel. Nem most! Amióta üzemvezető helyettes lett, azóta kezdjük, mint volt. Figyelj, azóta csak osztom az utasításukat. Hát ez az. Na figyelj, látod, így tesz az, hogyha az emberben főnök lesz. Na nem baj, ez azért a kis pöcs. A kis pöcsben itt nincs főnök. Kis pöcs, kis pöcs. Kis pöcsben marad kis pöcsnek. Kis pöcsben nincs főnök. Nem baj, András Kován, mondtam, hogy lesz helyi tudósítás az értekezésről. Hát ez is a része. Vett tudomásuk. Az se volna baj, ha egyszer itt lennél, de majd ide érsz. Nézd, az öreg lánynak ennyi esze van. Ül a nagy hungarocsák kockán, és töri a járdán a dél. Aha. Mennyi esze van. Nézzük, hogy billeg az egész. Ja, mind az igazi. Végen csiszta. Vagy dombóban. Igen. Mind igaz. Milyen a fékező, mit csinál? András nem válaszol? Nem, mert ezt a filmet kell csinálnom, és úgy tudom elképzelni. Ja. Ezt nem tudom direktbe elképzelni. Fő kell, van az gond az emelkedő. Hát. Ennyi sebességnek ő.